Sziasztok! Hát üdv egy utazós videóban, amiben Horvátországba fogunk utazni autóval. Összesen öten megyünk, viszont kettő kocsival, mert nekem és a barátomnak egy nappal korábban haza kell majd jönnünk, mivel a barátom hazautazik. Kicsit gondolkoztam rajta, hogy vlogoljak egyáltalán erről a horvátországi három napról, mert nyilván pihenés és tengerpartozás a cél, amiről amúgy nem nagyon lehet mit mutogatni szerintem egy vlogban. Viszont ahogy tovább gondoltam, találtam olyan témákat, amiről tudnék beszélni ebben a videóban, mert már most itt a bepakolásnál elindítottam a kamerát, hogy kicsit beszéljek erről a táskáról, mert amikor Instagramon megosztottam egy képet róla, akkor meglepően sokan írtak azzal kapcsolatban, hogy nekem mi a véleményem, és bevált-e, és mi a helyzet, úgyhogy pakoljunk be akkor most együtt erre a nyaralásra. Bézsnek hívják, ha jól ejtem ki a márkáját. Shane Michelnek a táska márkája, amik árulnak bőröndöket is, illetve különböző méretű táskákat. Ez a Weekender Bag, vagyis ilyen hétvégi kiruccanós táska. Első ránézésre nyilván gyönyörű, szerintem. Viszont az egyik leghasznosabb és legjobban kialakított táska, amivel én amúgy találkoztam. Úgyhogy arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan lehet ebbe belepakolni, mennyi minden fér bele, és hogy miért is annyira nagyszerű és híres ez a táska. Egyébként a hugomtól és a barátjától kaptam ezt a születésnapomra, úgyhogy abszolút nagy meglepetés volt számomra. Felvihető, ugye, mint kézipodgyász a gépre. Velem eddig két utazásra jött, tehát oda-vissza két alkalommal is elfogadták és nem szóltak semmit. Pedig amúgy, hogyha ez itt tele van, akkor nyilván nagyobb, mint amennyit fel lehetne vinni magunkkal, viszont így össze szoktam zárni, és így szépen a hátamra felkapom, és eddig nem volt vele probléma, mert így nem tűnik olyan nagynak, hogyha a hónom alatt van. De amihez még annál is hasznosabb, az a bőröndös utazások, mert itt ez igazából egy zseb, hogyha be van húzva a cipzer, de hogyha kihúzom ezt a cipzert, akkor a bőrönnek, tudjátok, így a kis fogójára rá lehet ezt csúsztatni. Tehát szimplán így a bőröndömön tudom tolni magammal, meghúzni és vinni, és nem kell a hátamon cipelni. Nagyon kényelmes, így egyáltalán nem esik le ugye a bőrönd tetejéről. Na itt közben már egyébként idehoztam a ruháimat, amiket viszek magammal. Szóval Horvátországban kettő estét, kb. Három napot fogunk tölteni a Krik-szigeten. Na most ez az alsó része, ez lecipzározható, amikor már ott vagy a nyaraláson, akkor nagyon kényelmes, hogy ezt majd szimplán leveszem, és akkor van egy ilyen kis váltáskám, amiben nyilván kevesebb minden fér. Szóval most először ide fogok belepakolni, lehet akár cipőket is rakni, de én általában így a ruhákat szoktam elkezdeni belepakolni, aztán fér, amennyi fér. Na az első, amit berakok, az egy edzőszett, mert ott is tervezek elmenni futni, aztán egy ilyen kendő, akár hajra, vagy így topnak megkötve, majd kitalálom, hogy szeretném viselni. Következzenek a bikinik, amiből van itt az első kis bikini, ilyen kis csíkos, ez lesz a második. Alig várom, hogy felvegyem ezt a ruhát. Ez egy ilyen kis elegáns ruci, hogyha elmennénk vacsizni, vagy sétálni, vagy bármit csinálnánk így az esti órákban. Nem tudom, mennyire látszódik, ilyen szörföző van rajta, majd hogy ilyen festmény lenne, de majd úgy is mondhatom felvéve. És akkor egy másik elegáns szettet is gondoltam, hogy berakok, hogy így legyen több. Nem tudom, hogy megyünk-e kétszer vacsizni, de van egy ilyen kis mini fekete szoknyám, meg egy fekete, ilyen kis elegánsabb felső. Most lehet ilyen kicsit indokolatlan sorrendben pakolok, de egy parfümöt is berakok, mert itt szerintem a ruhák között biztosan nem fog összetörni, meg így kényelmes lesz. Aztán van itt egy short, ami szerintem ezt ugye a bikinihez felveszem, amikor a strandra megyünk. Még a kis fehér nemüket ide beraktam, és akkor szerintem itt ezt az alsó részt le is zárom. És így. Ebbe a kis zsebbe jön majd szerintem a kulcsom. Na, a belsejének a táskának úgy néz ki, hogy van itt először is egy laptop tartó, aztán tépőzár, még egy ilyen tablet tartó. Itt aztán van még külön kettő zseb, még egy zseb, a nagy pakolós rész. Itt is külön két zseb, szóval igazából követhetetlen, hogy így 100 zseb van belül. És van itt egy cipzáros zsebe is, szóval brutálisan jól lehet mindent rendszerezni benne. És a laptopom jön nekem így ide, úgyhogy ez már alapból ad neki egy ilyen tartást. Aztán ez a táblagépem, amin olvasni szoktam, az jön ide, és a töltőmet szoktam itt az alatt a levő zsebbe belerakni, hogy így egy oldalon legyenek ezek az eszközök. Ebben a Nesszerben vannak a kis sminkjeim. Ebben a kis táskában az arcápolási termékeimet fogom rakni.
De ezt még este használni fogom. Mindegy, a lényeg, hogy ez lesz este ilyen kis kimenő kis táskám, és akkor ezt is ide bele tudom rakni mellé. Naptejek, meg fényvédő. Ezeket most csak így simán ide beállítom. Egy nagy vizes üveg. És a belső ilyen cipzáros zsebbe fogom rakni majd a pénztárcámat, iratokat, talán még fülhallgatót, telefontöltőt. De igazából mi, hogy a kocsival megyünk, ezért nem kell most annyira tudatosan pakolnom. Na, idehoztam most még pár dolgot, amit szépen be fogok rakni, mint a fésümet, ezt a kis kalapot. Ilyen közben egyébként itt tartunk. Itt pedig van egy strandpapucs, illetve ez a tengeri papucs, tudjátok, tengeri cipő. Nektek még ilyen kis szószmagokat rakott ide a tetejére, és hát itt tartunk most. Most ez az állapot, amiben még össze lehet ugye húzni igazából a cipzárt a táskán, tehát minden, amit így megmutattam, az itt van bent, és szerintem ez tényleg így rengeteg dolog. Még ami nincs benne, azért nem szeren a kamerám, hiszen most azzal videózok. Ja, és még a pizsimet nem raktam, mert most rájöttem, úgyhogy ezt még rápakolom a tetejére. Na, holnap 5 órakor fogunk egyébként, vagy 5:30-kor elindulni, úgyhogy én kezdem meg a vezetést, úgyhogy majd meglátjuk, hogy tudok-e vlogolni, vagy nem az útról. Sikerült elindulnunk 5:45-kor reggel. Csak egyszer álltunk meg egy kávészünetre, illetve tankolni még a határon. Felváltva vezettünk kettem, mármint hogy én vezettem az elején, és egy-két órát, és te pedig váltásban más 3-ot, úgyhogy 5 óra alatt sikerült ide érnünk. Itt voltunk 4 órát, nagyon jól kapoztunk meg. Fürödtünk, rengeteget haladtam a könyvemmel legalább, és most pedig megyünk vissza a kocsihoz, most már el tudjuk venni a szállásunkat, illetve megyünk bevásárolni egy pár ilyen kis strandkaját a következő. Vettük a szállásunkat, ami 3 szobás. Gyorsan zuhanyoztunk, elkészülöttünk, és most irányba csízni. Na, reggel 7 van, és én most indulok el futni, hogyha az előző videót láttátok, akkor ott már mondtam, hogy éppen a félmaratonra készülök. Úgyhogy most nem fogok egy nagyon-nagyon sokat futni szerintem, de nagyon szép ez a környék, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor kezdjük mozgással a napot. Na hát, ma már megérkezett a csapatunk 5. tagja, Vidor is. Először az egyik strandon, aminek a közelében is parkoltunk. Ott voltunk így a délelőtti, vagy a korai órákban, nagyjából délután 2-ig. Viszont annyira tűzött a nap, és ott már kb. Mindenki meg is égett, hogy inkább átjöttünk ide az árnyékba. És akkor itt újra felraktuk a tábort. Zóra amúgy az IKEA-ban nagyon jó strandcuccokat vett. Asztal, 2 szék, amik így összehajthatóak, és tök kényelmesen a kocsiba is amúgy befértek. Meghoztunk 2 ilyen piknik takarót, és akkor tök jó, mert így azok fixen mindig a földön vannak. Ez egy ilyen apróság amúgy, de szerintem strandolásnál sokat számít, hogy nem az van, hogy folyamatosan a törülköződ lesz koszos, vagy azt kell felleraknod, ahányszor a vízbe bemész meg ki. Azt most pedig megyünk és bevásárolunk ismét a Lidl-ben, mert veszünk ugye holnapra is még kaját, meg kis snackeket, italokat. Oh!
Vidor az italos. Ezt visszatok a síromra. Elkészültünk. Úgyhogy mutatom csodás óránkat. Kis hercegnőben. És az utolsó naplementés fotókat készítjük, aztán irányba csízni. És... és ezt pedig Lava. Együtt vettük Korfun. Itt is vagyunk a harmadik napunkon. Most egy viszonylag közeli partot választottunk magunkhoz, ahová egy ilyen erdei svéjen vezet a parkolóból az út. Hát haza is értünk az utunkról. Minden rendben ment igazából, végig tudtam vezetni ezt 5,5 órát, mivel ugye szombat nap volt, nem is volt nagyon nagy dugó. Úgyhogy ez egy nagyon sikeres nyaralás volt, és bár gyorsan eltelt, de mégis azt érzem, hogy kihasználtuk az időt, és nagyon-nagyon feltöltött egyébként. Nagyon örülök, hogy sikerült összeszervezni barátokkal és saját barátommal is azt, hogy egy időben el tudjunk menni közösen még így a nyár végén valahová. Úgyhogy nektek is nagyon szép napokat kívánok itt a nyár végére, használjátok ki még a jó időt, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!